4, 3, 2, 1, és mehetsz, 50-re van a bal három plusz gumi emelében. Jó ritmusban kezdte a második VHB Dürralit Cékmány Norbert, aki Diósgyőrben, Pécsen és Székesfehérváron is megnyerte a Honda Országos Rali Bajnokság Peugeot kupájának értékelését, és így a kupa élén érkezett idei negyedik versenyére. A változást a navigátor személye jelentette, Takács Gábort Farnady Ágnes váltotta. Az új navigátorral az összecsiszolódás gyorsan ment, az első nap végén már a karácsonyi vacsora is szóba került. Rohadt nagy érzelmi tortúra, de Ágival pont azt beszéltük visszafelé, hogy igazából miről beszélni majd a karácsonyi vacsoránál, hanem az ilyen versenyekről. Lássuk, mi is történt, ami miatt ekkora érzelmi tortúra lett ez a verseny, ahogy Norbi fogalmazott. Íme az első gyorsasági szakasz legkritikusabb jelenete, 5. fokozatban 130-140-es tempónál. Nem fog kimenni. Néztem oldalra, és az autó elé az árokba csúszott a hátulja az úton, és akkor ahogy így néztem ki Ági mellett, így azt vártam, hogy mibe fogunk megakadni, mert ugye az lenne a következő, hogy onnantól. Elég úgyhogy nem volt beszélgetés, csak vártam, hogy majd hol fogunk megállni, mi fog megakasztani, és nagy szerencsénkre nem volt olyan tereptárgy, egy ilyen patkavédelmi előtt leszámítva, mi útba lett volna, szerencsésen kijöttünk. Még mielőtt folytatni tudták volna, újra kellett indítani az autót. Cékmány Norbertről tudni kell, hogy elemző típus. Mindent kétszer is átszámol a felkészülés során. Itt természetesen azt is megnézte, mennyi ideig tart újraindítani a Peugeot 208-ast. Onnan tudom, hogy körülbelül 24 másodperc háromszor indítani ezt az autót, ha fél oldalán egy árokban van, mert a belső felvételen megnéztük, hogy pontosan mennyi hátrányunk származott csak abból, hogy kicsit melege volt, és ahogy lefulladtunk, ott nem indult be. Úgyhogy három indítás ennél az autónál, most jelen pillanatban, reggeli órákban 24 másodperc. A rallis nyelven csak kalandnak hívott megforgást már láttuk, de vajon mi volt a hiba oka? Norbi ezt is elmondta, mindenféle szépítés nélkül. Nem tudtunk normálisan gumit melegíteni, mert egészen a célig vagy rajtig esett, körülbelül egy-két kilométerrel előtt a hagyta abba. De nem tudom erre fogni, én csináltam egy vezetői hibát, beírtam egy kis bukkan dobot, és az úgy dobott el, hogy nem voltam elég gyors a lekormányzásba, és beforogtam utána. Ez Norbert hibája, nem setup, nem eső, ez az én B.F.ságom, ez van. Láttuk, mit tesz a pilóta egy ilyen szituációban. Nézzük meg azt is, hogyan viselkedik a profi navigátor. Azért neki már van rutinja az esésekben, volt belőle része bőven. Maga elé kapta a füzetet, bárta, hogy mi fog történni, ugye ez két okból is jó, mint utóbb kiderült, egyrészt, hogyha lettek volna üvegszilánkok, akkor nem bántják. A másik pedig az, hogy ott volt az ujja is, tehát amint újra tudtam indítani az autót, levette a füzetet, és mondta tovább az információt. Tehát vérprofi és hidegvér, ez szenzációs. Ilyen egy jó navigátor, le a kalappal, nem tudtam kizökkenteni a hétvége folyamán, még ezzel sem. Hál' Istennek ennél nagyobb vállalást meg már nem kellett túléljen mellettem, úgyhogy Farnady Ágnes nagyon tapasztalt navigátor, sok gyors pilótának diktálta már az itinert, de arra talán ő sem volt felkészülve, hogy idei első versenyén, amelyen először ült Cékmány Norbert mellett, rögtön az első gyorsasági negy megforgással kezdenek. Egy pillanatra ő is elgondolkodott, de a nap második felére már tisztán látott. Nem tudtam még eldönteni, hogy a kocsival nem vagyok jóval, vagy a Norbi vezetési stílusával. Aztán rájöttem, hogy amikor beállítottuk a kocsit normálisan, akkor se a kocsival, se a vezetési stílusa nincs gondom, olyan, mint otthon lennék egyébként. Én teljesen úgy érzem, mintha már évek óta együtt mennénk most már így a nap végére. Cékmány Norbert is hasonló bizalommal van Farnady Ágnes felé. Ági esetében minden olyan képesség és akarás megvan, ami segít abban, hogy gyors tudjak lenni. Úgyhogy maximális szakmai tapasztalatot hozott és osztott meg velem, amit korábban jó és gyors pilóták mellett még gyorsabb autókban összeszedett, ebből én tudok táplálkozni. A hozzáállása, a küzdeni akarása az azt gondolom, hogy nagyon hasonló az enyémhez, úgyhogy jó az összhang. El kell mondjam, hogy Takival, aki korábban ült mellettem, szintén kiváló a viszony, de úgy láttuk, hogy most abban, hogy Ági segít minket, lesz egy olyan előrelépés, ami profitálhat a csapat és gyorsulhat. A páros optimizmusának alapja az a fantasztikus teljesítmény volt, amivel a reggel összegyűjtött és behozhatatlannak tűnő hátrányt ledolgozták, és a 8. gyorsasági után már a mezőny élén álltak. 28 másodperces hátránnyal indítottuk a napot a RC4-ben, amit aztán a
beállítások csiszolásának, meg egy kicsit talán a bemelegedésnek köszönhetően szépen lassan le tudtunk dolgozni, úgyhogy most egy ilyen egált mondanék, most egy egállal jöttünk ide, mert 1,6-tal vezetünk, illetve a Peugeot kupában meg 10-néhánnyal, úgyhogy nagyon eredményes a nap. A folytatás is tökéletesen alakult. A Cékmány Farnadi dúó a Peugeot kupa mellett az RC4 kategória és a kétkerékhajtású kategória értékelését is megnyerte, és abszolútban a 10. helyen ért célba a győri versenyen. De van még egy jobb három, eljöttél. Ez jobb három. Ági, köszönöm szépen. Norbikám, én is. Köszönjük.